Kedves nézőink, véget ért a híradó, sok mindent megtudtattak belőle, de most szerintem új információkkal fogjuk Önöket gazdagítani. Szeke Sándort köszöntöm, a Szolidaritás Mozgalom vezetőjét. Jó reggelt kívánok! És Kartnik Krisztinát is köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ellátogattunk Budapest egyik kerületébe, egy külső kerületébe, Pesterzsébetre. Ugye a Szolidaritás Mozgalom nevéből adódóan is, ugye ez egy mozgalom, amelynek többek között az a célja, hogy bizonyos helyzetekre fölhívja a figyelmet úgy, ahogy általában ezt a pártok nem nagyon tudják. Jól értem? Így is lehet fogalmazni, igen. Igen, tehát ugye mi nagyon sok mindent csinálunk, közvetet is élünk, de például foglalkozunk azzal, hogy a gyalogos átkelőhelyeknek a problémái megoldódjanak. Erről beszéltünk, nagyon fontos volt. Igen, meg karitatív tevékenységeink is vannak, meg hát újságot is állítunk elő, és hát néha-néha elindulunk egy időközi önkormányzati választáson is, mint például most az én szűkebb hazámban, mert én is a Pesterzsébeten lakom, de most nem én indultam, hanem a Kartnik Krisztina indult el a 10-es körzetben, ahol vasárnap lesz a választás. Azt tessék nekem megmondani, hogy nem volt jobb dolga? Tehát, hogy hirtelen azt mondta, hogy igen, és nekem ezt kell. Hát, én 30 évet nem dolgoztam közel az egészségügyben, és utána egy baleset folytán sajnos ezt abba kellett hagynom, de maradtak még bennem olyan érzések, hogy nekem tovább kell folytatnom a segítséget, és így gondoltuk ezt a megoldást, hogy így a szűkebb lakókörnyezetemnek tudnék segíteni. De utána gondolom, 30 éve dolgozott az egészségügyben, és ott lakik ebben a választókörzetben, tehát azért az ott élők tudják, hogy ki is Kartnik Krisztina. Természetesen ismernek, én is ismerem azokat a lakosokat, a szomszédnénit, a gyerekeket, és nagyon sokat beszélgetünk az ő problémáikról, ugyanazok a problémáik vannak, mint nekem, úgyhogy minden olyan dolgot meg tudunk beszélni, ami érinti ezt a lakóközösséget. Mind a kettőktől kérdezem. Élünk egy, teljesen mindegy, hogy mióta, mert ez tulajdonképpen politikai ízlés kérdése, hogy mióta egy túlfeszített politikai légkörben, ahol két oldal áll szemben leginkább egymással, és mondjuk egy időközi önkormányzati választáson persze fontos lenne az is, hogy nem csak a nagy táborok álljanak szembe egymással, hanem azért ott szerepet kapjanak a kisebb mozgalmak, pártok, olyanok, akik jobban kötődnek az adott településhez, de mennyi esélyük van mondjuk egy ilyen helyzetben akár a labdába rúgni? Erre válaszolok először én, jó? Az a helyzet, hogy ugye a Magyar Szolidaritás Mozgalom az ugye most újra aktivizálja magát, itt leginkább Budapesten, és például Pesterzsébeten is, ugye célunk, hogy majd a 2024-es önkormányzati választáson elinduljunk. De senki ellen, hanem pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy ez nekünk, a jó kifejezés, hogy mi akarunk, ellen. Mi szeretnénk élni a demokratikus jogainkkal, és azt gondoljuk, hogy tudunk szakmaiságot és változást hozni például egy helyi önkormányzat életében. És egyébként a Krisztina az első ilyen fecske, mert mi például úgy tervezünk önkormányzati választáson indulni, hogy az összes képviselőnk ilyen fura módon ért valamihez, és ugye egy meghatározott pozíciót szeretnénk az önkormányzaton mindenhol betölteni, hogy tehát mi nem politikusokat akarunk, nem csak politikusokat akarunk bejutatni, hanem olyan politikusoknak van szakterülete, amihez értenek. Ugye Krisztina az egészségügyhöz ért főleg, ugye nyilván innen érkezett, és itt ebben a csapatban, a Pesterzsébeti csapatban, azon kívül, hogy képviseli a 10-es körzetetnek apró cseprőbb, kisebb vagy akár nagyobb problémáit, azon felül az önkormányzatban, hogyha bejut, akkor az egész kerületben az egészségügyi ügyeket, a rekreációs ügyeket szeretnénk vele jobbítani, helyre tenni és új dolgokat javasolni és végigvinni. Hányan állnak sorba ezért az egy helyért? Hatan. A két nagy oldal,
Vagy hogy nagy oldal és 4 független képviselő. Tehát függetlenek vagy kis pártok? Független képviselő, én is független képviselőként indulok. A szolidaritás támogatásával. Én szerint mondjuk mennyire értik az emberek azt, hogy valaki független jelölt? Én nem tartozom se ide, se oda, se amoda. Én úgy látom, hogy most értik és érzik ezt a dolgot, és nagyon sokan jönnek is ebből a kérdéssel, hogy hova tartozik, ki az, aki jobbra-balra. És amikor hallják, hogy független jelölt, akkor van, aki ennek nagyon örül, van, aki nem annyira, de értik. A 4 független jelölt így ön is azt a támadást, hogy akkor biztos azért indulnak, mert önt ez fizeti, a másikat meg amaz fizeti, amit a 2 nagy táborról beszél. Nem tudom, érdekes módon én nem kaptam most ilyen, ez jó. Ilyen dolgokat. Talán azért is, mert ezek az emberek, akiket szeretnék képviselni, ők valóban ismernek és tudják, hogy tényleg az egészségügyi dolgokkal foglalkozom, én ehhez értek, és ez az egészségügy nem tartozik se jobbra, se balra, tehát elhiszik azt, hogy én valóban függetlenként mindenkit tudok képviselni. Illetve én azt gondolom, hogy van ez a görcs ebben a magyar társadalomban most, hogy hova tartozol, meg hova nem. Én azt gondolom, hogy az április, tehát az országgyűlési választások óta ez szerintem most oldódni látszódik. Rajtunk teljesen kiváló okokból. De én azt gondolom, hogy igenis van most egy viszonylag nagy szerete a magyar társadalomnak, nagyvárosokban is, és talán kisebb településeken is, aki azt mondja, hogy elegünk van már ebből a... Most akkor ki szóval, hogy most akkor jobb oldali, vagy bal, vagy liberális, vagy nem tudom mi, vagy ezzel az óriási szemlálásból is. Van egyfajta igény arra, hogy tényleg most már akkor olyanok jöjjenek, akik mondanak valamit most azon kívül, hogy kit kell utálni aktuálisan, vagy kibe kell szerelmesnek lenni aktuálisan, hanem hogy lesz jobb az életünk, szóval hogy fogunk mi előrébb, hogy tesszük a következő 2 lépést. Szerintem, és ez szerintem pozitív, tehát hogy most lehet dolgokat mondani, nem ki lehet kerülni ebből a őrületből, amiben keveredtünk sajnos az elmúlt, nem tudom, 30 évvel, meg az elmúlt 12 évvel aztán végképp, és talán most lehetőség nyílik arra, hogy lehessen dolgokat mondani, szakmai dolgokat mondani, és nem kerül bele egy ilyen politikai viharba, és az emberek füle talán egy kicsit nyitottabb most erre. Egyébként mindenre sikerült összegyűjteni a szükséges ajánlást? De viszonylag rövid idő alatt, pár nap alatt megvoltak az ajánlások. Mivel lenne nagyon elégedett, hogyha önnek gratulálnának a többiek? Tehát, a választás másnapján vagy éjszaka jönnének a telefonok, hogy hát kedves Krisztina, gratulálunk. Igen, ebben egy nagyon elégedett lennék. Én úgy gondolom, hogy ha már megkapok egy megfelelő számú szavazatot, és látom azt, hogy az emberek látnak, és tudják, hogy ott vagyok, akkor ez már nekem megfelelő lenne. Ja, azért azt kell tudni még a kerületről, hogy ez az a ritka kerületek egyik, ahol a települést egy független polgármester irányítja, aki egyébként tetszik, nem tetszik, valóban független politikus, kapott tőle valamilyen segítséget, ajánlás, vagy biztatást? Nem. Nem kaptunk ki a jelenlegi biztos, hogy mi egy független szerző vagyunk. Független ember. De nyilván, hogy mondjam, tehát nyilván kapcsolatban állunk nem csak a polgármester úrral, hanem a kerületnek a politikai életével. És visszatérve még az előző kérdésre, ugye, hogy minek örülnénk, ugye nekünk ez egy ilyen kezdő rugás, és az a terv, hogy most kezdtük el a munkát itt ebben a körzetben is, meg Pesterzsébeten is, és hát nyilván most megnézzük, hogy mire lehet jutni pár hét kampánnyal, pár hét megjelenéssel, és hát nyilván ugye a célunk az, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom itt 24-ben, itt Érdemben meg tudja jelenni ebben a kerületben is.
Úgyhogy ez, de hát nyilván kapcsolatban vagyunk talán majdnem az összes politikai szervezettel a kerületben. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a szavazásnak a végeredménye. Már csak azért is, mert ugye ez a 4 független jelölt, ezért ez egy szép szám. Elképzelhető egyszer az, hogy mondjuk a két nagy több mellett a függetlenek is azt mondják, hogy jó, akkor van 4 jelölt, akkor valamilyen úton, módon mi is próbáljuk meg összefogni. Ez még egy külön érdekes kérdés lehet. Mi azt mondjuk, hogy akkor ne 4 legyen, hanem 2 vagy 1 netán. Csak azért, hogy valóban élessé váljék a verseny. Vannak közös gondolataink, és szoktunk ezekről beszélgetni, tárgyalni. Én szerintem mindenki a saját területére, hogyha beleteszi azt, amit tud, vagy beleteszi azt, amit szeretne, akkor esetleg lehet egy közös beszéd. Azt akarom még végül megtudni, hogy Pest Erzsébet egészségügyi ellátása mennyire működőképes, mennyire jó jelen pillanatban? Hát ugye ott van a Dél-Pesti Centrum Kórház, igen, ami egy országos intézmény. Ami egy országos intézménynek számít, és az új törvények szerint, az új egészségügyi törvény szerint ugye egy kiemelt megyei jogú kórház lesz, ami sürgősségi ellátással és 24 órás ellátással is kötelező működnie. Emellett szerintem van egy nem rosszul működő szakorvosi hálózat, egy házi orvosi hálózat, ami szintén nem működik rosszul, de természetesen itt is pont azok a problémák jelentkeznek, mint szerintem az országban mindenhol. Nagyon kevés a szakember, nagyon kevés az orvos, nagyon kevés az ápoló. És rengeteg ember ül a váróban. És éppen ezért sajnos a várólisták hatalmasak. Igen. Amin ezen kéne nagyon dolgozni, hogy ezek a várólisták csökkenjenek, mert azért az, hogy jelen pillanatban egy ultrahangvizsgálat 2-3 hónapot kell várni. De hát én úgy gondolom, hogy ez országos probléma, ez alól világos. Erzsébet sem kivétel. Kívánom azt, hogy jó eredményt tudjon elérni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.